Két napon házigazdaként az intézményben fogadták a gyerekeket. Én főleg manuális tevékenységekre fektetem a hangsúlyt. A fonaltechnikából készítettünk madárkákat, fonalmadárkákat, akkor embereket, varrás technikáját, tehát ugye előre lyukasztott kartonra próbáltam, hogy gyakorolják a varrást, akkor solizgyurmát készítettünk elő, abból formákat alakítottak ki. Tartottam én is egy mesenapot, ahol a mese alapján megrajzoltam a szereplőket, ők kiszínezték, és ezt felragasztottuk egy nagy kartonra. Az udvaron vetélkedőt, versenyt szerveztünk. Ez nagyon tetszett a gyerekeknek, ett is több állomás volt. Szinte az első pillanattól megvalósulhatott az integráció. Elfogadták, segítették egymást a nyári napközisek. Nagyon tetszett minden, tehát akárhol voltunk, mindegyik állomás nagyon tetszett, és főleg az, hogy együttműködtek. Tehát nagyon jól tudtak együttműködni a mi tanulóink, a többségi iskolák tanulóival. Nem volt semmi tartás a másiktól, nem, hanem mindjárt úgy beszélgettek. Ismerkedtek, voltak ismerte is egymást, ugye most a koronavírus miatt a belvárosi iskolába egy tanulónk volt, és ő ismerte már egy-két tanulót másik iskolából, úgyhogy örömmel fogadták egymást. Tulajdonképpen a helyzet adta magát, hogy legyen ilyen integrációs hét a nyári napköziben. Jelezték a szülők, hogy van olyan hét, amikor nem tudják a gyerekeket hova elhelyezni most a nyáron, és ezért az intézményvezető vagy igazgatónőnek eszébe jutott, hogy akkor megpróbálja, ugye, hogy az önkormányzati napközi által, hogy be tudjuk-e integrálni a gyerekeinket. És ez sikerült, aminek nagyon örülünk. A két hét alatt így a diákok sok izgalmas, színes programon vehettek részt.